Tisztelt nézőim, látogatóim, hallgatóim és barátaim, akik régebb óta követik már a történetemet, azok minden bizonnyal emlékeznek olyan esetekre is, amikor igen kemény megpróbáltatásoknak, megaláztatásnak, megkurcolásnak voltam kitéve. Illetve talán rémlik nekik az is, hogy egy-egy ilyen megkurcolás, azt tulajdonképpen lehet, hogy még véget se ért. Már azért, mert hogy bizony némelyik nagyon-nagyon régen kezdődött, és úgy lassan nyilván az idő folyamán úgy kezdett már összefolyni, és már igazából azt se látták, hogy most tulajdonképpen akkor hol tart? Van még? Történik még valami? Ez körülbelül olyan, mint a Budaházi Gyurinak ugye az esete, ahol az ember már nem tudja, hogy mióta tart a cirkusz, és egyáltalán hol tart, hogy mi a helyzet vele, egyáltalán véget ér-e valaha. No, nagyon gyorsan elmondanám önöknek, hogy mi lett az egyik ilyen nagyon régi ügyemnek a vége. Mert vége lett, ha hiszik, ha nem, közel 8 év után. 7 és fél év után. Kérem szépen, 2012-ben kezdődött a gazemberség, amit a dr. Polc Péter által végletesen leajasított, és azt kell mondjam, hogy egyfajta undorító, szemita családi vállalkozásra züllesztett, korrupt ügyészség kreált. Pontosabban inkább azt mondanám, hogy ők úgy közreműködtek, mert valójában nem ők kreálták, ők csak, hogy úgy mondjam, a végrehajtói szerepet játszották, ugye eljátszották a gazemberségnek azt az oldalát, amit ügyészségi oldalon kell eljátszani ahhoz, hogy ártatlan embert el lehessen ítéltetni azért, mert néhány mocskos gazembernek ez az érdeke. No kérem szépen, 2012-ről beszélünk. A történet pedig azzal kezdődött, talán rémlik önöknek, és hogyha rákeresnek, az interneten még be fog jönni. Egy-két nevet mondanék. Dr. Waltner Roland, a központi nyomozó főügyészség kiváló egyik vezető helyettese. Mondok még egy nevet. Dr. Halász Orsolya, a második és harmadik kerületi bíróság büntetőbírója, tudomásom szerint a mai napig is. Hogy meddig, az most már erősen kétséges lesz majd, na de ő se gondolt arra, hogy egyszer majd fordul a helyzet. No kérem szépen, ha ezekre a nevekre rákeresnek, sok mindent fognak látni. Walter Roland esetében például találni fognak egy fantasztikus kémkamerával készített videót, amikor ugye dr. Walter Roland gyanúsítást közöl vele. Úgyhogy épp csak azt hiányzik belőle, hogy mivel gyanúsít. De megmagyarázza, hogy én nem értek ehhez, stb. Hát, hogy most mit fog megmagyarázni, ezt nem tudom, mert ugye eltelt egy bizonyos időszak, ugye majdnem 8 év, de a gazemberség végére pont került. Mégpedig azt kell önöknek mondanom, hogy pozitívan. Sokan azt hitték, hogy nem így lesz, hogy minden szinten sikerül majd megvenni mindenkit, nem sikerült minden szinten megvenni mindenkit. Az ügyészséget az sikerült, hogy cakumpak minden estől úgy, ahogy van. Na de hát nem csak az én ügyemben, mások ügyében is. Tudjuk azt is, hogy Polt Péternek a micsodáját ugye kik szorongatják. Hát nem az ügyészség. Nem. Valaki más. Az illető nőnemű, ugye azt tudjuk jól, és hát elég magas pozícióban van az igazságszolgáltatáson belül. No, kérem szépen, hagyjuk. A rövid lényege a dolognak az, hogy én annak idején észrevettem azt, hogy dr. Halász Orsolya, a második és harmadik kerületi bíróság bírója, két, ahogy én fogalmaztam, csókos ügyvédjének, akiket rendszeresen mindig kirendelt, a törvényes kirendelt védői díjak 2,5-szeresét osztogatta ki. No, én tisztességgel, becsülettel megnéztem, hogy vajon mire adta a pénzeket, és hát az iratokból ez bizony nem derült ki, illetve egy dolog derült ki, hogy az iratok alapján 6000 forintokat osztogathatott volna ki, és ehhez képest 15000-et osztott ki. Egyetlen egy dolgot lehetett azonosítani, hogy az ügyvédeknek a tárgyaláson való jelenlétre, amit hát ő 88 percnek adminisztrált, bár kevesebb volt, mint egy óra mindegy, hozzáadta azt, amit még 4 szem közt beszélgetett velük, de most ezt felejtsük el, jó, adja hozzá mindegy, még ha nem is szabályos. De nem ez volt a probléma, hanem az, hogy 88 perc az 2 megkezdett óra, ez ugye akkori 3000-es tarifával 6000 forint. Tehát ez képest 15000-eket számolt ki,
És én bizony azt mondtam magam, hogy hát ilyen nincsen, tehát azért az rendben van, hogy Halász Orsolyának a matematika nem erőssége, de hát azért azt talán mégse képzeljük el, hogy 2-3-mal ne tudna eredményesen összeszorozni. 15 lenne a végeredmény. No, én azért ettől függetlenül megnéztem a jogszabályokat pontosan, tehát mire lehet pénzt adni. A jogszabály világos, ki mondja, hogy mire lehet, és mire nem lehet. Ez teljesen egyértelmű. Semmilyen más alapot nem lehetett látni az iratok között, csak ezt a bizonyos 2 óra jelenlétet, arra meg semmi más nem lehet adni. Hangsúlyozom, a jogszabály ezt meghaladóan egyébként irattanulmányozásra ugye ad pénzt, vagy tette lehetővé a pénz adását, most már mások a szabályok, de akkor ez így volt. Azt mondta, hogy minden megkezdett 100 oldal irattanulmányozás után további 3000 forintokat lehet adni. Tehát 100 oldalig 3000, 101-től már 6000, és a többi, és a többi. De azt is hozzátette, hogy ezt értelemszerűen védői indítványra. Tehát ezt már nem automatikusan, mert ugye a jelenlétre automatikusan kell. Irattanulmányozásra már csak akkor, ha a védő kéri. Tehát kifejezetten indítványozza, hogy ezen a jogcímen neki pénzt adjanak. És hozzáteszem, hogy azt viszont természetesen adminisztrálni kell, már jó néznénk ki, hogyha valaki úgy nézegethette be az iratokba, bűnügyi iratokba, hogy nem tudjuk, hogy ott volt meg, mit nézett. És arról nem beszélve, hogy ugye nyilván a díj megállapításhoz az is szükséges, hogy lássuk, hogy mennyi oldal tanulmányozott. Ezért aztán ilyen célra van is egy forma nyomtatvány, ahol alá kell neki írni, hogy mikor, mettől meddig és hány oldalt. És persze, hogy egyáltalán ott volt, azt ugye, mint minden iratbetekintést, azt az iratborítón rögzítik, hogy itt XY ekkor is ekkor kikérte az iratokat, és tanulmányozta ettől eddig. Tehát ezt mindig iratborítóra fölírják. Ha kérem szépen, megnéztem mindent, semmi. Indítvány sem volt, tehát senki nem is említett ilyet egyik védőségre, 2-ről volt szó, ugye egy nekem, egy a másik félnek. Szó nem volt róla, hogy bármiféle ilyen igényel előálltak volna, hogy nekik ilyen címen adjanak valamit. Akkor marad a 2 óra, 2x3, bocsánat, 2 megkezdett óra, 2x3 az 6. És nem 15. No kérem szépen, fellebeztem, a fővárosi törvényszék megállapította, hogy igazam van. Nem 15, hanem 6. Majd ezt követően, ugye az ellenfelem esetében, aki akkor még Melinda volt, ugyanezt megállapította a második, harmadik kerületi bíróság is. Azt kell mondjam, hogy azt már kivertem belőlük, mert hogy Melindát dr. Gál Péter, akinek egészen véletlenül a felesége járt el ebben az ügyben korábban, ekkor már nem, de korábban az a felesége járt el, és hozott egy törvénysértő döntés, amit hatályon kívül helyezett dr. Péntek László a fővárosi törvényszéken. Tehát ez a dr. Gál Péter Melindát lebeszélte arról, hogy fellebezzen. Mert ő ott volt, amikor kiirdették, én viszont nem. Hát kérem, elhitette vele, hogy ez teljesen korrekt. Na most, én szerintem Gál Péter pontosan tudta, hogy mi a helyzet, mert azért ő nem kezdő már ezen a pályán, de valószínűleg sok minden mást is tudott, talán éppen azért, mert mondom, a felesége ott volt bíró. Nem azért, mert hogy ebben az ügyben is szerepet játszott, de ott volt bíró, tehát valószínűleg volt rálátása arra, hogy ott milyen, hogy is mondjam, ilyen hallgatólagos szabályok, meg trükkök, meg egyebek vannak. Egy bizonyos, hogy lebeszéltem Melindát a fellebezéstől, miközben egyértelműen fellebeznie kellett, tehát többit háromszorosát fizettették ki vele, mint amit lehetett volna. No, én viszont azt csináltam, hogy miután nálam kiderült, hogy mi van, viszont azt mondták, hogy Melinda nevében nem fellebezhetek, ha ő lemondott róla, akkor annyi. Én egész egyszerűen megkerestem a második, harmadik kerületi bíróságot, és közöltem vele, gyerekek, 2 választásotok van. Az, hogy saját hatáskörben utólag magatok módosítják, vagy az, hogy addig üldözlek benneteket a cikkekkel, mindennel, amíg meg nem rohadtak. No, belátták, hogy nem fog menni a dolog, és bizony második, harmadik kerületi bíróságon, ekkor már dr. Dankó Eszter ugyanezt a döntést meghozta, és ugye Melindámnál is azt mondta, hogy nem 18, hanem 6. Kész. Tehát valóban törvénysértő volt dr. Halász Orsolya pénzosztogatása. Na most én ezt viszont nem hagytam annyiban, mert ugye Halász Orsolya az a tipikus konfliktus provokáló egyéniség, aki olyan cinikusan és pimaszul beszél az emberrel, hogy direkt kivívja magának azt, hogy a jó istenedet, mit kérdezsz te magadról, én pedig úgy gondoltam, hogy akkor nézessük már meg, hogy mi ez a dolog. Tehát, hogy lett a 2x3-ból 15? Azt mondtam, hogy ez véletlen nem lehet, ha pedig nem véletlen, akkor fölvetheti akár bűncselekmény gyanúját is, tehát ugye valamilyen szándékos visszaélést. Különösen, hogy a tárgyalást azzal kezdte nálunk, hogyha nem vagyunk hajlandók elállni ugye a követeléseinktől, akkor nagyon-nagyon sokba fog ez nekünk kerülni. Hát mondom, mit értett ez alatt? Csak nem ezt a 2x3=15 bűvészmutatványt. Na, mondom, mindent megnéztem,
először a panaszonnál, de annak eljutottak itt is, ott is, tehát ugyanerre a következtetésre jutott a törvényszék is, meg a saját kollégája dr. Danko Eszter is, hogy törvénysértő 2,5-szeres összegeket osztogatott. Ettől függetlenül én még egyszer megnéztem mindent, mielőtt megtettem a feljelentésemet, de aztán megtettem a feljelentést. Jó. Hát kérem szépen, a feljelentésemet elutasították, természetesen, ezt nem kell mondanom, ugye az volt a válasz, hogy hát önmagában ez semmilyen visszaélésre nem utal, tehát amit én a feljelentésbe leírok, az nem utal sem szabálysértésre, sem bűncselekményre, még fegyelmi vétségre sem az eljáró bíró részéről, kész. Hát én azért ezt nem hagytam annyiban, hanem ugye felülvizsgálati kérelmet kértem, akkor még lehetett a legfőbb ügyészségtől, de a legfőbb ügyészség simán helyben hagyta azzal, hogy nincs itt semmi problémát, kérem, az, hogy itt kicsit ilyen furcsa számadatok jönnek ki, nem, hát mit foglalkozunk ezzel? Na de hát tudjuk jól azóta, mert akkor még nem tudtuk, hogy hát itt bírók, tehát praktizáló bírók esetenként több százmilliós csalásokkal élnek, és ebből tartják fönn magukat, ezt mindenki tudja, a nyomozó ügyészség is, és semmi nem történik. Nem mentik fel őket, illetve a mentelmi jogukat nem mondják. Meg békésen ítélkeznek úgy, hogy közönséges bűnözők. Sőt, azt is tudjuk, hogy nem egy esetben olyan embereket tesznek a korábban ott volt tisztességes elnökök helyére, akik már akkor bűncselekmények gyanújába keveredtek, amikor még ki se nevezték őket. Mindenki tudta. Tudjunk olyanokról, akik ugye plágium botrányban, közokirat hamisításban, tehát jegyzőkönyv hamisítási problémákba keveredtek. Azt egyszer csak ugye hol találkozunk velük, hogy egy törvényszék élén. No, sok minden van ebben az országban, tehát könnyű elképzelni, hogy mondjuk ilyen alapon, hogy hát most a 2x3-ból 15-et kínzolt 9000 forintokat adogattak két ügyvédnek, szóval el lehet képzelni, hogy persze soha nem fogják feloldani a mentelmi jogát, tehát itt esély nem volt rá, jó, le van rendezve. De egyszerűen csak kapok egy gyanúsítást dr. Waltner Roland aláírásával, hogy engem hamis váddal meggyanúsítanak. És nem csak erre, dehogy. Két másik bíró. Mindenek előtt dr. Gál Péterné hamis megvádolásával, és akkor megkérdezem Waltner urat, hogy Waltner úr, ne haragudjon, de mit állítottam én Gál Péternéről? Hát az most így most, ne haragudjon, de a gyanúsításnál meg kell mondani, miben áll az a cselekmény, amivel meggyanúsítanak. Ez a kis, bocsánat, nem kis, de hogy óriás, tehát 160 cent is óriás. Ezt most azért mondom, mert amikor törpikének mondtam, akkor elítéltek a állítólag létező becsülete megsértéséért, tehát maradjunk abban, hogy 160 cent is óriás, giant, gigantikus, hatalmas, nagyszerű ember. Hát ez a kiváló ember egyszerűen mindent össze-vissza makogott, nem tudta megmondani. Ezt meg lehet nézni a YouTube-on, mert fönt van, mondom, ezt vettem föl kémkamerával, azonnal félre is állították, rajta rögött az egész ország, de hát az most mindegy. Az a baj, hogy egyébként nem neki lett be a problémája, hanem végül is nekem. Már nem abból kitettem a YouTube-ra, csak ebből az egész ügyből. No, már annyi, hogy 7,5 éven át szórakoztak velem. Nyilvánvalóan alaptalanul, úgyhogy semmilyen bűncselekmény gyanúja sem állt fenn soha. Walter is tudta, csak tőle valaki kért valamit. Ennyi. És ő eleget tett ennek a kérésnek. Ha most megkérdezzük, azt mondja, hogy ő így látta jónak. Nyilván, hát hiába gondoljuk mi azt, hogy esetleg nem így van. Mert ugye ne felejtsük el, hogy azért Walter mégiscsak egy ügyész. És ugye éppen az engem becsületsértéssel elítélő dr. Hegedűs István mondta, rendkívül szellemes ember ugye Szegeden, hogy hát azért olyasmit mondani, hogy Waltner úr ugye egy közvényes kóser libáért vette volna a diplomáját, azt nem szabad. Hát viszont ha nem szabad, akkor mégiscsak azt kell feltételezni, hogy ha nem azért vette, hanem tényleges tudás van mögött, akkor ő pontosan tudta, hogy amit csinál, annak semmilyen jogalapja nincs. Mondom, mert nem mondhatjuk azt, hogy libáj. Akkor viszont tudnia kellett. Bizony. Na teljesen mindegy. Menjünk tovább. Hát a rövid lényeg az, hogy Gál Péternét én hamisan megvádoltam. Na most, mint utóbb kiderült, egy tényt állítottam róla azt, hogy Gál Péter felesége. Most, hogy ebből hogy lesz hamis vár, ezt nem tudjuk. Hát aztán nem lett, tehát ezt aztán már ügyészségi szakmája dobták, hogy azért semmi, de azért egy apróság miatt kell rá kitérni, majd mindjárt elmondom. Ugye a másik bíró az dr. Danko Eszter volt, akit szintén megvádoltam hamisan, de ott se tudtuk, hogy mivel, mert őróla meg egész egyszerűen az égvilágon semmit nem állítottam. Tehát állítás nélkül elég nehéz hamisan vádaskodni, no, de Walter Rolandtól megint csak valaki ezt kérte, és ő hát nyilván szent meggyőződésem volt, hogy ő helyesen cselekszik. És jogszerűen. Mert nem tételezhetünk fel mást, hiszen ugye Fiedler tyutyú,
dr. Hegedűs István Szegeden ugye elmondta, hogy ezt nem szabad. No, hát kérem szépen, rövid lényege, hogy ugye a Danko Eszter ugye is megbukott már nagyon gyorsan, tehát az sem ment tovább ügyészi szaknál. A végén maradt ugye egy darab, ez a dr. Halász Orsolya féle eset. Ugye a dr. Halász Orsolyát pedig azzal vádoltam meg hamisan, amit máig hatályos jogerős végzésben megállapított a fővárosi törvényszék és a második harmadik kerületi bíróság is. Kérdezik önök, hogy ez hogy lehet? Én is ezt kérdeztem, nem hiszik el 7,5 éven át. Minden létező fórumtól. Hogy lehet hamisan megvádolni valakit valamivel, amit két jogerős bírósági végzés, mai napi hatályban lévő végzés mond ki? Hát kérem, érdekes dolog ez. Na de hát azt tudom mondani, hogy arra kíváncsiak, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hát nézzék meg a Tanú című filmet. Abban van egy Tuschinger nevezetű elvtárs, akit ugye Virág elvtárs úgy minősített, hogy érzékeny lelkű művésznélek, szegény ilyen fogalmazó. Ilyen tanúvallomásokat fogalmazott, ítéleteket fogalmazott és hasonlókat. Hát ilyen alapon lehet bármit. Tehát akármiből akármit ki lehet sütni, és az én ügyem pontosan azt mutatja meg, hogy a Bolt Péter által gyakorlatilag Szemita családi vállalkozásához üllesztett intézményi szinten korrupt mocskos ügyészség semmiben nem különbözik a Tanú című filmből megismert Tuschinger társaktól és az egykori ávótól. Semmiben. Tehát bármiben képesek bármilyen elképesztő, egyszerűen hihetetlen gazemberségeket kihozni. Meg fogják látni, mert itt a videóm alatt egy gyönyörű PDF-ben önök letölthetik a lényeget. Tehát megláthatják, hogy én ténylegesen mit írtam a feljelentésbe, és majd azt is megláthatják, hogy például a Nógrád megyei fellebbviteli ügyészség, de az még hagyjam, aztán a fővárosi fellebbviteli ügyészség mi mindent kívánt ebbe beleolvasni. És azt fogják mondani, hogy Tuschinger elvtárs az piskóta volt ezekhez képest. No. Csak hát az a különbség, hogy Tuschinger elvtárs dolgai aztán eredményre is vezettek. Hát a Tanú című filmben nem, mert ott ugye tudjuk jól, hogy hát azért happy enddel mindenki hazament a végén. Ugye Kotász Iti lett végrehajtó, nem volt sehol, és Pelikán elvtárs is hazament, meg Dániel Zoltán elvtárs is hazament. Csak az a baj, hogy azt tudjuk, hogy azért voltak olyanok, akik nem mentek haza. No. Viszont ebben az ügyben is ugye happy end lesz a vége, ezt már gondolom nem kell önöknek előre mondanom, hiszen itt vagyok és nem börtönben ülök. Na kérem szépen, minden esetre rövid lényege az, hogy ugye ez volt az egy vád, ami megmaradt. Aztán utólag kiegészítették még azzal, hogy én azt is állítottam, hogy Halász Orsolya visszaosztott ennek a két ügyvédnek, Hós Attilának meg Néba Györgynek. Na majd ezt tessék megnézni, hogy hol állítottam én ilyet, de ezt váltig, még mondom, még most a végponton, amikor már lehetett érezni, hogy bukni fognak. Még akkor is volt bőr a pofáján ennek a mocskos ügyészségnek, a fővárosi fellebbviteli ügyészségnek előállni ezzel, hogy én ilyet állítottam. Hát úgy nyíltan rákérdezett, hogy tessék meg, hogy hol? Tessék megmutatni nekem. Hát ugye az a baj, hogy nem Tucsek vérbíróhoz került az ügy. Tehát nincsenek már. Nem azt mondom, hogy nincsenek Tucsekok, vannak. De hát itt nem voltak. Pontosabban volt, első fokon még volt, de aztán később már nem. Na kérem szépen, röviden elmondva a lényeget, tehát ez volt, hogy én hamisan vádoltam meg Halász Orsolyát azzal, amit jogerősen megállapítottak. Kérem szépen, azt próbálták kimutatni, hogy tulajdonképpen ő törvényesen ítélte meg az összegeket. Na most hangsúlyozom, még annak se lett volna jelentősége, hogyha ez tényleg így van. Mert ugye itt nem azt kellett nézni, hogy mit csinálnám, hanem azt, hogy én miről tudhattam. Tehát mi volt az én előttem. Ez volt a lényege. Hogy abból mit lehetett kideríteni, és abból pedig csak azt, amit én is kiderítettem. Itt azonban történt egy olyan dolog, hogy utóbb a nyomozati iratok közé került, meg nem mondom, hogy lehet, hogy volt már akkor is, de nem volt benne az iratokban. Utólag Halász Orsolya belesúvasztotta a nyomozati iratokba azokat a bizonyos kiutalásokat, amelyeket a két ügyvédnek utalt, és azokban valamilyen rejtélyes dolgok voltak, hogy hát benne volt ez a bizonyos, ugye kétszer 3000 is, tehát ez a jelenlétre járó, valóban járó 6000. De ez meg volt oldva áfával, úgyhogy sehol nincs nyilatkozat arról, hogy ezek áfa körbe tartoztak volna. És emellett még volt további ugyanekkora összeg, ugye egyéb jogcímen. Na most ilyen jogcímet meg nem ismer a jogszabály. De az biztos, hogyha mondjuk én ezt látom, akkor legalább megpróbálok utána nézni. Mondjuk főhívom, hogy mondja már meg nekem mi ez, mit érted itt egyéb alatt, mert a jogban nincs ilyen. Hát ő utóbb elkezdte magyarázni, hogy iratbetekintést értett alatta, és a nyomozó ügyészség elkezdte vizsgálni, hogy hát volt-e iratbetekintés.
Még egyszer mondom, ha lett volna, annak sem lenne jelentősége az én bűnösségem szempontjából. De itt koncepciós eljárásról van szó, amit ugye nyilván egy előre való megrendelés folytán, ugye egy irányúban kellett lefolytatni. Na, a rövid lényege az, hogy Halász Orsolya ugye tett ezzel kapcsolatban néhány nagyon aranyos kis vallomást, és majd arra is ki fogok térni, de nem itt, hanem egy külön videóban, hogy ennek a vallomásnak mi lesz a következménye ezen vallomásoknak, tehát itt az már Halász Orsolya személye lesz. A rövid lényege az, hogy elvitték az ügyet vádig, és akkor jött az újabb aranyosság. Én egyszer csak azt láttam, hogy Salgó Tarjánban van az ügyem. Na de hát hogyan? Ugye utóbb derült ki, hogy én ugyan szerettem volna kizáratni Budapestet, mert voltak ilyen elképzelésem, hogy jobban járok, az kiderült, hogy ebben nagyon tévedtem, de a rövid lényeg az, hogy nem volt rá jogalap. Tehát itt a második, harmadik kerületi bíróság bíráit ki kellett zárni, mert ott ugye a Halász Orsolya érintettsége miatt világos, hogy senki nem járhat el. De azt meghaladóan egész Budapesten két bíró volt, aki azt mondta, hogy nem szeretne járni az ügyeimben, semmi több. Tehát a fővárosi törvényszék kizárására, illetékességének elvonására egyszerűen nem volt törvényi alap. És ha hiszik, hanem kijelölte balassagyarmati törvényszéket a fővárosi ítélőtábla, azok meglekülték Salgó Tarjánba az ügyet. És megnézem a fővárosi ítélőtáblának a kijelölő végzését. Mit gondolnak, milyen jogszabályra hivatkoztak, hogy minek alapján zárják ki a fővárosi törvényszéket? Na, hát nem fogják érni semmilyenre. Nem volt benne jogszabály hivatkozás. Na, ilyet még nem láttunk, hogy egy táblabírósághoz egy döntést, és nincs a döntésében jogszabályi hivatkozás. Tehát, hogy milyen a büntető eljárási törvény, milyen paragrafusai alapján hoztam. Ugyanis, hogyha a kizárásnak nincs törvényi alapja, akkor az törvénytelen. Tehát akkor ott elvonták bírójától az ügyet. És ez teljesen független attól, hogy én kértem vagy nem kértem, mert ez nem kívánságműsor, ez egy jogi aktus. Aztán elkerült az ügy Salgó Tarjánba, dr. Dóczi Mártához. Ahhoz a dr. Dóczi Mártához, aki nem sokkal azután, hogy meghozta aztán az ítéletet velem szemben, ugye felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt három rendbeli hamis vád, szándékos hamis vád miatt, nem sokkal azután, talán pár hónappal azután kénytelen volt lemondani a Salgó Tarjáni járásbíróság elnöki székéből. Hát egyszerűen azért, mert bizonyos bűncselekmények gyanújába keveredett. Nem tudjuk, hogy elkövette vagy sem, én azt sem tudom, hogy azóta mi történt, csak azt tudjuk, hogy bizony le kellett mondania. Na most azért hozzátenném, hogy dr. Handó Tünde által kinevezett bírósági különböző vezető pozíciójú emberek között ez nem az első ilyen eset, hogy valaki bűncselekmények gyanújába keveredik. Hangsúlyozom, az ártatlanság véleme megilleti, tehát nem tudjuk, hogy mit csinált meg, hogy azóta sem tudom, hogy hol tart az ügye, csak azt tudom, hogy már nincs ott. És már a bírói testületben sincs, úgy tudom, tehát mindenhonnan le kellett mondania. És hát tudok olyanokról is mondom, akikről már akkor tudtuk, hogy probléma van velük, amikor kinevezte őket Handó Tünde. Én nem tudom, hogy ez milyen belső kényszer, mert azért én úgy gondolom, hogy ott, ahol bíróságok eljuthatnak odáig, hogy emberek ténykednek bírói pulpitos mögött, és ítélkeznek mások felett, akik egyébként például több százmilliós csalásokból élnek. Tudjuk, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy csoportvezető bírójánál ugye ez volt a helyzet, de most menj nyugdíjba. Azért tartották ott, hogy a mentelmi joga megmaradjon. Hát most megszűnt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a nyomozó ügyészség mit fog tenni. Mert évek óta egyébként követik ezt a csalássorozatot, amit az illető folytatott. Ugye, hogyha egy kicsit visszanézik a videóimat, akkor majd arra is rá fognak jönni, hogy kiről beszélek. Na mindegy, szóval itt ilyen állapotok vannak ebben az országban bírósági szinten. Na most akkor nem lehet tudni, mit várjon az ember. Egy biztos, hogy lekerült Salgó Tarjánba az ügyem, és ott bizony első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek azért, mert képes voltam ugye leírni azt, amit két jogerős végzés is tartalmaz. Ugye, jogerős, egy törvényszék és egy kerületi bírósági végzés. Szerintük ez hamis vádat valósított meg. Vagy legalábbis dr. Dóczi Mártának világos leszek, volt bőr a pofáján ezt ítéletben kihirdetni. Na most az is érdekes, hogy dr. Dóczi Márta ezt úgy hirdette ki, hogy mint kiderült, elkérte az ügyésztől az ügyészi vádbeszéd szövegét, és azt egy az egybe belerakta az ítéletbe. Az ügyész meg közben elmondta a szünetbe, hogy hát megmondja őszintén, hogy ezt nem ő írta neki, neki utasították, hogy ezt kell felolvasnia. Majd utóbb elmondta, hogy valójában ő úgy tudja, hogy az Országos Bírósági Hivatalból, tehát az OBH-ból kapta az ügyészség ezt a vádbeszédet, azzal, hogy olvassák fel a saját nevükben. Na érdekes dolog, egy biztos, hogy dr. Dóczi Márta ezt egy az egybe
beleemelte az ítéletébe, és engem első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt. Nem sokkal ezután a központi nyomozó főügyészség egy ügyésze elmondta nekem, hogy itt mi történt. Ez egy sajátos aktus, így nagyon röviden kitérnék rá. Egy újabb dologgal próbáltak megtámadni, mert hát ugye az ember fi akarják készíteni, akkor nem hagyják békén. És amikor az emelet e-mailtől kaptam egy idézést, akkor én cinikusan írtam a központi nyomozó főügyészségnek egy levelet, amiben azt kértem tőlük, hogyha netántán van még köztük véletlenül akad esetleg egy ilyen kakuktojás, aki nem is idó, akkor adják már neki az ügyet, mert én szeretnék keresztény értékrendi képviselő emberrel beszélni, ha már meg akarnak gyanúsítani. És hát nem tudom, úgy tűnik, hogy vették a lapot. És szóltak, hogy jó, megyek oda, hát megjelenik dr. Brody Béla, egy ízig, vérig keresztény, egykori református lelkész. Nem mondom, hogy jó napot, azt mondja maga. Maga lenne a kakuktojás? Én lennék Kalmár úr, azt mondja, én bizony református lelkész vagyok, én nem közülük való vagyok. És hát aztán ez az ember kiderült, hogy sok mindent tudott. És sok mindent el is mondott nekem, amit most nem fogok önöknek elmondani, mert ugyan fönt van a YouTube-on, de privátban is nem is fogom önökkel megosztani, főképpen azért nem, mert nem lettem rá kényszerítve. Végül is. De még az is lehet, hogy talán éppen azért alakult úgy a sorsom, hogy alakult, mert nem szerették volna, hogyha az nyilvánosságra kerül ez a beszélgetés. Nem tudom, ez már csak, hogy is mondjam, lehetőségek taglalása a részemről. A rövid lényege az, hogy azt mondja nekem Ródi Béla, hogy Kalmár úr, azt mondja, ebben az ügyben higgyel nekem, itt mindenki tudta, hogy maga teljességgel állt, semmit nem követett el. Azt mondja, hogy itt az volt, hogy magát feljelentette egy bizonyos dr. Gál Péter. Nézze már meg, hogy mit akart Gál Péter ezzel a feljelentéssel. Hát kérem szépen, Gál Péter azt akarta ezzel a feljelentéssel, hogy nem fogják elhinni, mint férj házastársi jogon pénzt akar tőlem, azért, mert hogy én hamisan megvádoltam az ő feleségét, és a felesége olyan idegállapotba került, ami miatt őt orvosi kezelést, tehát pszichiátriai kezelésnek kellett alávetni, és kérem, ez ő rá, mint férje is olyan rosszul hatott, hogy hát ez a családi életüket sérti, és ezért ő pénzt szeretett volna tőle. Hát ilyen mocskos, aljas próbálkozást én még nem láttam, de Gálnak mindenhez van bőr a képén. Mindenhez. Ehhez is. Na ebből semmi nem lett, azért hozzáteszem. Tehát, amikor ezzel előállt egy kereseti követelésben, akkor már az a Bértes Renáta, aki egyébként azért volt ott a törvényszéken többek között, hogy az ilyen ügyekben kiszolgálja ezeket az embereket, az is azt mondta, hogy na nem, ezt nem. Ezt nem. Nem volt hajlandó elbírálni. Aztán utána Fermanné Polák Zita, aki szintén Gál Péter egyik kiszolgálója, hát ő visszadotta, hogy tessék elbírálni, de akkor Gál már elállt tőle. Nem mindent tüdett el, azt mondta, jó, ezt nem van, ezt hagyjuk. Jó, hát persze azért mondta, mert közben megbukott az egész. Ő ehhez akart segítséget a központi nyomozó főügyészségtől, és ez volt az, amihez Wartner Roland segítséget akart neki nyújtani az első pillanatban. Hogy Gál Péternét én hamisan megvádoltam. De mondom, ugye igazából addig volt nekik ez érdekes valójában, amíg ez a része meg nem bukott, mert ugye innentől Gál már nem tudott semmivel se próbálkozni, és mondom, hát gyorsan el is állt ettől a kérésétől, de ebből indult ki az egész. Hogy ő neki kellett volna egy kis pénz a semmiért. És ez úgy volt, mint később kiderült, hogy a felesége nem is tudott róla. Hát édes jó Istenem! Feleségét ért sérelem miatt zsebretett volna egy kis pénzt, úgyhogy nem is szól róla a feleségének. Hát ez hihetetlen. Tehát szóval, mikkel képesek előállni emberek, ez borzalmas. Na mindegy, a rövid lényege az, hogy ez ugye kiderült, ez innen indul, és akkor azt mondja nekem, mondja a Brody, hogy mindannyian tudtuk, Walter is tudta, mindenki tudta, hogy itt semmiféle bűncselekmény nincsen. Csak hogy az a baj, hogy amikor először elutasítottuk, Gál úr fellebezéssel élt, és hát, hogy is mondjam, áll mögötte valaki. Na mondom, csak nem egy szintén zenész kis tetülétrával ezzel azzal, hanem hát azt mondja, a tetülétre az éppen nincsen rajta, de szintén zenész, az biztos. És hát az a lényeg, hogy ez egy befolyásos valaki, aki azt mondta, hogy gyerekek, nem érdekes, hogy van ott mögötte valami vagy nincs, megfelelő ember kezébe fog kerülni az ügy. Megfelelő bíró kezébe. No, hát mondom, ki ez az ember? Nézze, ezt nem várja tőlem, hogy ezt most elmondom magának. Nem. Tudja, mit mondok magának? Maga egy okos ember. Elmondom, hogy mi a kulcs szó, az, hogy Salgó Tarján. Jöjjön rá, hogy miért Salgó Tarján. Hogy került oda az ügye?
Hát mondom, ezt én is egészen értem, de most ezzel mire célhoz? Hát Kalmár úr, volt kizárási ok a törvényszékkel szemben? Megjelöltek jogszabályt, hogy miért zárták? Hát akkor hogyan lehet ilyen? Mit gondol? Miért került Salgótarjánba az ügye? Na, ha Salgótarjánra rájön, én többet nem tudok magának mondani, nem mondhatok. Ez a kulcs szó. Jöjjön rá. Hát kérem, én sokáig nem értettem, hogy miről beszél. Salgótarján, mondom, most mit keressek? Hát Salgótarján, mi van ott? Közelében van Kazár, ahol mai napig ott a Lenin szobor, tőzsgyökeres kommunista város. Na de hát hogy kerül, miért kerül oda? Most miért? Mi ez a Dóci Márta, vagy nem jövök rá semmire. Aztán egyszer csak dr. Regász Mária, Mariskám, egy tárgyalóteremben azt mondja, hogy segítséget kért az UBH elnökétől, akinek az ő társa ugye valaha tanára volt, és hogy állítólag megígérte neki, hogy majd fellépnek velem szemben, mert hát ez nem járja, hogy én itt az igazságszolgáltatást állandóan piszkálom. Tehát nem azt mondta Mariskám, hogy az ő érdekében lépnek föl, az a más kérdés, hogy lehet, hogy az is megtörtént, mindegy. Távol bírósági mutyiknál nem tudjuk, hogy történt ez. Na de egy bizonyos, hogy ugye csak úgy fölmerült ez, hogy ő odafordult, és ott ugye állítólag valami ígéretet kapott. Most én ennek először semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam, megmondom miért. Azért, mert hát Regász Mariska köztudomásúan szeret hazudozni, tehát most ugye mit mond, meg az valami valóság alapja van, én ezt nem nagyon gondoltam volna. De annyit megtettem, hogy egy idő után, amikor viszont egy más ügyben fölmerült az, hogy a PKKB elnökét megkereste az OBH, na akkor úgy ránéztem, hogy mi van ezzel Andó Tündérrel. Most azért nem értettem főképpen, mert önök nagyon jól tudják, és sokan kritizálnak is érte, hogy én 2002-ben létrehoztam egy polgári kört, aminek a védnöke nem más, mint dr. Lévai Anikó, ugye Orbán Viktor felesége. És körülbelül 8 éven át rengeteget tevékenykedtem, 2006-tól a Kossuth téren és mindenhol, pont azért, hogy ez a mai hatalom, tehát a Fidesz kvázi, Orbán Viktor és társai, ugye jussanak hatalomra. Tehát kérem szépen, Szájer Józseffel is számtalanszor találkoztunk, még tegező kapcsolatban is voltunk vele. Tehát mondom, most ne vicceljünk már, most akkor az ő felesége fog én velem szembe fel. Ne, ez nem is ez vicc, ilyen nincs, mondtam én, gondoltam. Aztán egyszer csak fölmegyek a Wikipédiára dr. Handó Tünde nevével, és hát mintha áram ütött volna meg. Itt maguk is megpróbálhatják, ott jobbkész felől a képen jön, hogy a szélén azt fogják látni, közül adatok született Salgótarjánban. Bó. Született Salgótarjánban. Na, szaladjunk rá gyorsan Dóci Mártára. Gyerekkori barátnő. Handó Tünde neveztek és Salgótarjáni járásbíróság élére. No, hát én keresem dr. Brody Bélát, és mondom neki, hogy Béla. Hát Béla, mint annak idején, ugye Virág elvtárs, tudják, a Tanú című film végén, ugye tárgyaláson, amikor fenntartja valamit. Körülbelül így. Hát kérem szépen, aztán mondja, hogy mondtam én, hogy maga okos ember. Jó. Hát többet nem volt hajlandó mondani, ennyit mindenképpen. Hát az utána elkezdtem bizonyos dolgokat, én konkrétan meg is kerestem dr. Handó Tündét levélben, hogy most akkor pontosan mi ezzel a helyzet. Tőle nem kaptam választ, viszont dr. Cserny Jánostól igen, hát természetesen kitérő válasz volt, hogy ezek nyilván pletykákat beszélnek az emberek itt, stb. Stb. Hát én aztán nem tudtam mit csinálni, Cserny úrnak azért írtam még egy kedves levelet. Nem biztos, hogy túlzottan ürült neki, de minden esetre azért kifelejtettem azt, hogy én nem akarok senkit semmivel vádolni, de csak azt mondom, hogy ha és amennyiben, ugye ez a régi kezdés, ha és amennyiben mégis, akkor azért úgy gondolom, hogyha lehetett, ahogy mondani, lehetett megfelelő kezekbe kerülnie egy ügynek ahhoz, hogy engem elítéljenek ártatlanul, akkor egészen biztosan lehet úgy is megfelelő kezekbe kerülnie, hogy az ártatlan embert viszont fölmentsék. Ezt követően valószínűleg megértette, hogy mire célzok. Nem tudom, hogy volt-e egyébként mire céloznom, hogy mint. Azt se tudom, hogy Brody Béla mire alapozott. Van egy elképzelésem róla, de most ezt hagyjuk. És ezzel nagyjából az UBH-val való kapcsolatom bezárult. Hát eljutott az ügy másodfokon Balassagyarmatra. És
hát bizony Balassagyarmaton már nem az történt, ami első fokon, nem tudok erre mit mondani, hogy mi volt ennek a hátterében. De én úgy gondolom, hogy az is éppen elég hozzá, hogyha úgymond senki nem kért tőlük semmit, hanem hagyta őket lelkiismeretük szerint dolgozni. De már ez is eredmény, ha így történt. Nem tudom. Egy bizonyos, hogy a Balassagyarmati törvényszék megváltoztatta dr. Dóczi Márta mocskos ítéletét, és engem bűncselekmény hiányában, hangsúlyozom, felmentett. No kérem, ezek után ugye elgondolkoztam, hogy most mit fog csinálni az ügyészség, mert ugye tovább mehettek. Viszont ugye, ha jobban belegondolok, ugye az a valaki, aki az ügyészségtől ezt az egészet megrendelte, az nem ügyész volt. Tehát, hogyha az mondjuk nem akarta volna, akkor szerintem az ügyészség itt nem fellebezett volna, de az ügyészség fellebezett. Jó, ebben volt egy olyan lehetőség is, ami nem csodálkozom különösebben, hogy tévedésből az írott ítéletben már nem bűncselekményhiányt írtak, hanem bizonyítottság hiányát. Ugyanakkor viszont a teljes indoklása az simán bűncselekményhiányra vonatkozott. Na most ilyenkor, amikor az ügyész úgy belenéz, azt mondja, mi a jó Isten, ez itt valahogy nem áll össze a képet. Miért ez... És ez így kínálja magát, hogy hát akkor fellebezek. Nem tudom, erről van-e szó, de nem egészen ez lehetett. Mert a Nógrád megyei ügyészség egyébként viszonylag korrekt fellebezéséhez képest, ami nem azt mondta, hogy engem ítéljenek el, hanem azt, hogy helyezzék hatályon kívül a döntést, és nézzük meg alaposabban. Ahhoz képest a fővárosi fellebbviteli ügyészség már egy olyan mocskot terjesztett elő, amihez képest azok, akik 56-ban lámpavason lógtak ávósok, azok még korrekt gyerekek voltak. Tehát a Tusinger elvtársa tanú című filmben az semmi volt ahhoz képest, amit ezeknek volt bőr a pofájukon leírni, és ugye megpróbálni beleolvasni az én ugye inkriminált iratomba, aminek alapján az egész eljárást indították velem szembe. Hát már a három táblabíró is úgy nézett rá, hogy nehéz volt. Az ügyésznő, aki jelen volt a tárgyaláson, az már azt kell mondjam, hogy szinte egy védekezett, hogy nekem ezt mondták, én nem tudom, én csak itt vagyok. Tehát szerencsétlen kínos helyzetbe került. Na mindegy, a fellebezésükből, hogy mi lett, azt elég könnyű kitalálni. Hát tisztelt barátaim, nagyon egyszerű a dolog. Ugye, még egyszer mondom, tehát első fokon, ugye Salgótarjánban engem dr. Dóczi Márta felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt ártatlanul. Által is egészen biztosan tudottan ártatlanul, mert megint csak azt mondom, hogy nem tételezhetem fel azt, hogy lopta a diplomáját, vagy éppen libáért vette. Ha viszont feltételezem, hogy nem, akkor egész biztos, hogy neki pontosan tudnia kellett azt, hogy igaz tényállítások nem lehetnek hamis vádak. Tehát ez valahogy nem áll össze. Tehát egy jogerősen megállapított dolog, amit két bíróság mond ki, és akkor is még további a hatályban is van, az nem minősülhet hamis vádnak. Ez teljesen világos, ezt ő neki pontosan tudni kellett. Azt is mondhatnám, hogy ne akarja elhitetni velünk, hogy nem tudta. Na de teljesen mindegy, mert hála jó Istennek föl kellett állnia most már a bírói pulpitus mögül, igaz nem ezért, hanem valami másért, de lehet, hogy az sem volt sokkal különbennél. Na mindegy, a rövid lényege, hogy másodfokon a Balassagyarmati törvényszék. Ez egy tisztességes, rendes kis város, nagyon szép város is egyébként, már simán fölmentett bűncselekmény hiányában, csak mondom, tévedésből nem azt írták le. A paragrafus az úgy volt megjelölve, de a szövegben más volt. És kérem, mindentől kezdve jutott harmadfokra az ügy. Azt tudom önöknek ajánlani, ez nagyon fontos, hogy nézzék meg, hogy az ügyészség micsoda mocskot, szennyet volt képes produkálni és összehazudozni az indítványaiban, hogy ugye változtassa meg a fővárosi ítélőtábla a döntést, és engem ítéljen továbbra is felfüggesztett szabadságvesztésre. Ezt mondom, gyönyörű. Annyit azért elmondanék, hogy szerencsétlen ügyész a bíróságon, akit erre köteleztek, hogy ezt a mocskot vállalja be, és majd képviselje. Hát ez már olyan káosz dadogott ott össze-vissza, hogy borzalmas. Tehát előbb kiderítettem, hogy hát lehet, hogy itt csak gondatlanságról van szó, mert hogy én tulajdonképpen valóban igaz tényekből esetleg nem kellően alaposan gondolkoztam, és más következtetést vontam le, és akkor legalább egy gondatlan hamis vád az talán azért meg kellett volna állapítani, és minden, de azért ő azt kéri, hogy három rendbeli szándékosat állapítsanak meg, tehát ott már úgy nagyjából a tanács is azon gondolkozott, hogy most akkor tudja, hogy mit akar egyáltalán.
Már csak azért is mondom, mert például a gondatlan hamis vád, az a becsületsértéssel azonos súlyú dolog. Tehát ez egy maximum egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető súlytalan valami. Hát azt elég nehéz elképzelni, hogy mondjuk 7,5 év után ilyesmi miatt felfüggesztett szabadságvesztést adjanak. Tehát ott már érezte a tanács is, mert már szerencsétlen ügyész is adott irult-pirult minden. De azért én erre mindig azt szoktam mondani, hogy szerencsétlen ide-oda, hát már bocsánat, kötelesek ezt elvállalni? Mert azonáig rendben van, hogy az ügyészségen ezt várják tőlük. De ha tőlem egy munkahelyen ezt várják, akkor én beleszarok a pofájukba és visszaadom a munkakönyvemet. Sőt, én egyenes Pót Péterhez mennék. Hopp. Köpnék egyet, kultúrátlan csak a lába elé, és utána a kezébe adnám a munkakönyvemet. Köszönöm, Pót úr. Másokkal jó, de velem ezt nem. Na mindegy. Végig dadogta az ügyész az ügyet, utána mi mentünk, és a táblabíróság ugye eldöntötte a kérdést. Tehát még egyszer mondom, csak hogy értsék, hogy miről van szó, mert a döntést azt így egy szóból így nehéz érteni, vagy nem értenék, ha csak azt az egy szót értenék. Tehát a rövid lényege az, hogy a másodfokú ítéletben a balassagyarmati törvényszék engem kifejezetten és határozottan bűncselekmény hiányában felmentett, és lényegében azt mondta ki, hogy 7,5 évvel ezelőtt meg sem indulhatott volna velem szemben az eljárás, mert hogy igaz állítások nem minősülhetnek hamis vádnak, amit én is mondtam 7,5 évvel ezelőtt dr. Wartner Rolandnak. De azt a választ kaptam, hogy maga ezt nem érti, meg többi, stb. Nézzük meg, hogy mit szólt hozzá a fővárosi ítélőtábla. Ugye, ha jól emlékszem, egy B-har tanácsa. Ide nem a fővárosi ítélőtábla, harmadfokú bíróság végzését. A hamisvád büntetteni a Kalmár László György ellen folyamatban lévő büntetőben a balassagyarmati törvényszék, mint másodfokú bíróság 9DS-129/2017 per 39 számú ítéletét helyben adja azzal, hogy a vádlott lap címe helyesen 1055 Budapest Falkmisa utca 12 félemelet 2B személyazonosító okmányának száma. Tetszettek hallani? Tehát itt a vége. És nincs tovább. Nincs tovább, további fellebezésnek helye nincs, és felülvizsgálati kérelmnek sincs helye, ugye mert a végső döntést ezúttal harmadfokon hozták, és ugye a szabály az az, hogyha az első fok és a másodfok azonos, akkor a másodfok már jogerős, de el lehet menni a kúriára felülvizsgálattal, ha az első és a másodfok nem azonos, akkor jön egy harmadfok, az ítélőtábla, viszont az ott hozott döntéssel szemben felülvizsgálat már nincs. Tehát kérem szépen, itt a vége, 7,5 év után kimondták azt, amint az első pillanatban mindenki tudott, Wartner Roland is, aki engem meggyanúsított. No kérem szépen, talán még annyit mondanék, hogy azért érdekes, hogy abban az ügyben, amiben megkurcolt engem Wartner Roland és a hordája, abban az ügyben 7,5 év után megkaptam az igazságomat, tisztességgel, becsülettel, bűncselekmény hiányában felmentettek. Ugyanakkor viszont már néhány évvel ezelőtt, Szegeden, Fiedler tyutyú, dr. Hegedűs István meg elítélt azért, mert megmondtam Wartner Rolandnak az igazat. Azt, hogy milyen eljárást folytat, hogy koncepciós az eljárás, ami most világosan, egyértelműen és nyilvánvalóan kiderült ebből az ítéletből. Nem aranyos? Koholnak az emberrel szemben eljárást. Próbálkoznak, szkandereznek, minden. És aztán úgy vannak vele, hogy mi a jó, hát amit csinálunk vele, az a disznóság, azt ugyan megúszza, de ráhúzunk valami mást, hogy azt mondta, hogy mi disznóságot csinálunk. És azt lehet, mert Fiedler tyutyú partner volt ehhez Szegeden. Istenem, hát az ő becsületébe belefért. Ő ettől még nyugodtan alszik, ő teljesítette, amit vártak tőle. Hát kérem szépen, ebben az eljárásban is teljesítette valaki, de aztán másodfokon meg harmadfokon már nem így alakult a dolog. Ott már az történt, aminek történnie kellett, és azt mondom, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten visszaadták a hitemet abba, hogy azért nem nőnek a jegenyefák az égig ebben az országban sem. Lehet mindent csinálni, lehet összeesküdni, lehet oda menni Pót Péterhez, megfogni micsodáját, és rávenni arra, hogy az ügyészségen ilyen disznóságokat csináljanak. De aztán valahol egy szintig eljut az ügy,
valahol egy szintig megvannak azok a bizonyos megfelelők ezek, amiket ugye megígértek az ügyészségnek, hogy nyugodjanak meg, megfelelő kézbe kerül, de csak egy szintig. Aztán egy szint után már olyan bírók is vannak, akiknek ez már nem éri meg. Itt például a jelen ügyben eljáró bírók szemmel láthatóan, legalábbis a tanácselnök már nem fiatal ember, ő már nem akar előre jutni. Arról meg nem beszélve, hogyha előre kell jutni, azt már nem az OBA intézi. A táblabíróknál azokat még ugye az OBA nevezik ki, de följebb már nem. No, hát szóval kérem tisztelt barátaim, mégiscsak azt kell önöknek mondanom, hogy valami pozitívum jöjjön ki belőle, hogy azért, mint az eredmény mutatja, ha nagyon-nagyon sokáig is tudják az embert megalázni, megkurcolni, azért még mindig lehet igaza itt az embernek a gazemberekkel szemben. Sőt, egy egész gazember intézményrendszerrel szemben is. Legalábbis ez az ügy most így fejeződött be, és én azt mondom önöknek, biztatom önöket, és elsősorban azokat, akik hozzám hasonló helyzetbe kerülnek, hogy higgyenek benne, hogy győzni lehet a kis embernek, mint ahogy most nekem is sikerült. Higgyenek benne. Mert aki nem hisz abban, hogy győzhet, az valóban nem is fog győzni, azt eltapossák. Én hittem benne. Következetesen végigvittem. Kőkemény, hideg logikával, szókimondással, mindennel. És nem mondom azt, hogy nyertem ebbe az ügyben, mert ebben nem lehetett nyerni. Ebben 7,5 évet elvesztettem az életemből ebből a szempontból, rengeteg időt és órát. De az más kérdés, hogy azok, akik ezt a disznóságot csinálták, azok most nagyon szépen meg lesznek táncoltatva. Most visszadobjuk a labdát. 7,5 éven át ők szórakoztak velem, most én fogok egy picit szórakozni velük. Egy picit. Nem nagyon. És persze a magyar államtól egy jelentős összegű sérelemdíjat fogok kérni ezért a történtekért. Ha már csak azért is, mert 7,5 év kicsit sok. Ugye Strasbourgban azt mondják, hogy 5 évnél több nem lehet. Hát ez aztán meg végképp nem lehetett volna. És főleg nem ilyen alapon. Tisztelt barátaim, köszönöm, hogy meghallgattak. És ne felejtsék el, hogy még egy pici videóm lesz, ami ehhez kötődik. Arról a bizonyos táncról fogunk beszélni, amiről az előbb mondtam, hogy most akkor ők fognak táncolni, mert eddig én táncoltam. Tudják, hogy van ez. Köszönöm, hogy meghallgattak.